Azt gondolom, hogy a V4-es programokkal már mindenki találkozhatott, akár itt Budapesten vagy szerte az országban. Volt olyan program, ami a fülünknek volt kedves, volt olyan program, ami a szemünknek volt kedves, most pedig egy olyan programra megyünk, ami a... ami a gyomrunknak fog kedvezni, úgyhogy megkóstoljuk a V4-es menüt. Gyerünk! A V4-es elnöki pozíciót most éppen Magyarország birtokolja, és ennek megfelelően a Bocuse-d'Or, a Bocuse-d'Or Akadémia, illetve a V4-es országoknak a séfjei kitaláltak egy olyan V4-es menüt erre a hétre, ami egy picit feldobja a hazai gasztronómiai kínálatot. Picit az embert, ha már ebben a régióban gondolkodunk, inspirálja új és újabb ízekre, és mind a szlovákoknak, a cseheknek, meg a lengyelek is nagyon karakteres a kajájuk, az ételük, tehát érdemes egy picit kimozdulni a megszokott kerékvágásból nekünk is. Én már alig várom, úgyhogy akkor kóstoljuk is meg. Menjetek, a séf elkészült, várunk titeket. Egy sertéstarja, sörös pecsenyeljével, káposzta variációkkal, nétivel. Legelőször a káposzta salátát fogjuk elkészíteni. Megmutatom úgy, ahogy én szoktam, aztán maximum teljesen máshogy kell. Hogy vágja a káposztát, nem? Mint egy igazi kis szlovák. Tök jó. Na, tök jó, de ez viszont egy káposzta. A sertéstarja, előkészítjük, egy picit besózzuk. Jó alaposan, szorban esenek, nyugodtan öntheted és dörzsöd bele erősen. Meg fogjuk pirítani itt egy ilyen... gyorsan, csak az oldalát? Csak így körbe fogjuk pirítani. Igen, hogy ez a pörzsönyeg, ez benne legyen. Szép sötét barna lett, tehát lehet látni azt, hogy több helyen. Majd ezután bele fog kerülni egy zsírba, betesszük a sütőbe, 130 fokra egy 4 órára. Előbb elkészítettétek a salátát, a második variációnk pedig egy káposztahab. Egy pici olajjal indítunk, és utána majd megkérlek, hogy a szalonát bele is helyezheted. Jó, nagyon szeretem a szalonnának az illetet. Készítünk külön egy fűszerkivonatot, a babérlevélből, színes borsból és borókabogyóból. Lepirítjük szárazon először a fűszereket. Most, ha ide szagolsz a fűszerekhez, itt már érezheted a babérnak, a borokának, a borsnak az illatát. Én úgy szoktam, hogy házi kolbász fölszelek, szigorúan úgy kigyósi házi kolbász, és mellé ezt a káposztát. Annyira finom reggeli, annyira nagy. Reggeli? Reggeli. Valaki így kezdi a napot. Hát de valamivel. Ez egy olyan helyes kis filigrándő vagy, életen nem gondoltam volna, hogy szárt kolbászol és egy kis káposztával indítod el a reggeleidet. Egy igazi csehfogást készítünk el, ezért nem hiányozhat belőle a sör, ugye? Ami egy abszolút cseh jellegzetesség. Látod, elefántot öntöttem, itt a füle, itt az ormány, nem figyelsz az elefántra! Ugyan cseh kaja az, amiben nincsen knédli, nem csehintel. Úgyhogy csinálunk gyorsan hozzá knédlit. Nem csak szép, de remekül dolgozik a konyhába is, és nagyszerű társműsorvezető is, ezt már nyugodtan mondhatom. Most felvágjuk a húsit, és ha jól tudom, akkor egy új nyivastag sejtet. Szóval először a húst szaftozom. Igen, és aztán csak körbe? Igen. Jó lesz. Azt fogjátok tudni. Elkészült az étel, és most kóstoljunk egyet. A káposzta nagyon finom, én a húst kiemelném, hogy nagyon puha a húsa, és pont az én ízlésemnek megfelelő. Úgyhogy azt hiszem, hogy jól választottam. Abszolút. Éttermet is, fogást is. Tökéletesen. És ez egy sikeres nap. Így van. Ez egy igazi, igazi boxoló vagy nyugdíjas étel. Mert hogy fog nélkül is fel lehet dolgozni az egészet.